Aránylag jó a tala is eső után. Na, új hold érkezett, aki tudja, aki nem, én hiszek ilyen dolgokba. Rosszakat elfelejteni, és erőt fog adni ez, és jönnek a jó dolgok, bízom benne. Mondom, hiszek ebben az érdekes dolgok is jó dolgok. Hopp, egy gyíkocska. Viszont most itt pipacs van, a London majd valamikor jön. Megyünk ilyen két ilyen kis tüdőske melócskát, aztán várjuk a csodát. Tehát mindig eldobni a rosszat, és bízni a jóba, akkor vonzott be. Volt idén nem, több volt sajnos majd a rossz, sőt mondhatom, mint a jó, de nem szabad feladni. Ajde, erőre, gurtni alatt, jó energiát bevonzani. Bevonzani? Jó. Na jó, mit beszélek, gyerünk. Érkezik mindjárt pipacs, két kört fog menni, lányémat levittem, többiek megvannak, rapott, kólikázott reggel. Nagyon jó kezdődött a napom, de hál' Istennek úgy néz ki, rendben van, állatorvos senki nem tudott jönni. Gáborral beszéltem, egy lovat kiherélnék, ami most pont csines, tehát aktuális időpontban beleférne neki. Rábólintott, hogy igen. És azon kívül mi van még nekem? Délután doki. Ennyi. Ennyi. Gyerünk előre. Energiadúsan problémákat kidobálni a szemétbe. Jó nagy zsák kell hozzá. Mármint a bajok, amik idén voltak. Hát és még azért előttünk áll jó pár hónap. Én sokat nem várok már ettől az évtől. Persze azért vár az ember, de olyan nagyon-nagyon sokat nem. Hát azért van itt még egy kis küzdőpontunk, például pont mindjárt, aki érkezik. Ugye pipacsra gondoltam, meg Nikire ugyanaz. Úgyhogy még itt küzdünk fel, nem adjuk. Csak egyszer ránk talál a szerencse. Ránk férne azért egy kicsit, de minden sok rossz után jön a jó, és ebben biztos vagyok. Hullámvölgyek mindig is voltak, mindig is lesznek, csak azokból kell majd szépen kilábalni. Úgyhogy nem feladva. Ha lemész, nem azt jelenti, hogy ott kell maradnod. Dehogy is. Épp azt azért kapod az erőt, új hold például most éjszaka, amit olvasgattam végig, azért kapod az erőt, hogy onnan kigyere, és még jobban értékeled majd a jót, ugye, a rossz után. Na, a Földes Bence hív közben, én meg csak pofázok itt, azt sem tudom már miket. Ja, a kólikás ló miatt tudom, de most már nem rakom le, mert érkezik is pipacs. És már kibírja ezt, ezért úgy néz ki, rendben van különben. Hangokat nem hallok. Igen, jó sejtettem, hogy helyes lábra megy. Hopp! Bocsánat, nem helyes lábra megy még. Csak átcserél. Jó. Igen, szereti a vizet használni a bal elejét. Ami majd a vágtán jó lesz, pláne ezekbe a kanyarokba. Csak erre menjen. Ott, ha külsőre megy, akkor szerintem véged. Ez fontos, de ő szerintem helyes lábra fog menni. Ja. Ott fals lábba senki sem menjen. Pláne 150 méterre kb. Azt hiszem kisebb is a pálya. Nincs mese. Ott muszáj. Kontraláb. Szerintem véged van. Na, igen, egy hónap, gyerekek, egy hónap, ha most 30-a van, az azt jelenti, hogy körülbelül így fogjuk bevinni. Tavaly 30-án vittük, soha nem felejtem el a napot. Itt voltam, már idegbe voltam végig, ugye akkor volt az orvosi, 30-án pénteken, és reggel szedte össze magát a csapat, aztán mentek be. Ja. Ja. Idén 29-e lesz, azt hiszem. Szeptemberről beszélünk. Azért kell elengedni a szarokat, ezt mindenkinek mondom, mert mindig úgy pofázok, pláne még van időm, ám bár most hamarabb ide fog érni Pipike, hogy kis segítséget azért, persze én sem vagyok mindig úgy, negatív energiákat el kell engedni, el kell takarítani, pozitívra kell nézni, az hozza a helyes jövőt, az ad energiát, és csak úgy van erőd legyőzni a szarságokat, ha pozitív energiával gondolkodsz. Negatív az csak lehúz, levisz. Ja. De gondolom, sokaknak újat sem mondtam ebben, sőt egyáltalán nem, mert ezt mindenkinek tudnia kell, nekem is. Lehet, csak magamnak pofázom, hogy még jobban tudjam. A pipacs már... Hoppá, itt is van. Azt akartam mondani, hogy pipacs mindjárt érkezik is, és itt is van. Jó.
Ez jó tüdőtágító meló volt, a 100%. És cseréltünk is lábat, úgyhogy szuperek vagyunk. Illetve ők, nem én, ők. Cseréltünk is. Ez ugyanaz, mint a múltkori. Ugyanez volt, szépen átugrasztotta. Most is sikerült. Ja, hívom Bencét gyorsan. Na, puszkol mindenkinek, nekem tetszett a meló, nem hallottam se hörgéseket, se, hogy nem kap levegőt. Azért még ha így nedves is a talaj, ugye valamennyire, tehát aránylag optimális lehet itt dolgozni, de azért a tüdő munkát az itt két körni azért csak elfárad. De jó volt egyelőre. Egyelőre azt majd látjuk. Bízunk, mert föl nem adjuk. Bassza meg, nem. Ennyit pofázni.